2018. februárjában egy kivételes labdarúgó sportember előtt hajtott fejet az ország. Lázár Bence élete legnagyobb mérkőzését nem tudta megnyerni. Tragikusan fiatalon leukémiában elhunyt. Bence tiszteletére második alkalommal rendezték meg a nevét viselő emlékgálát. A megnyitón Bence kedvenc énekese Karamell adott elő két dalt. A 35 év feletti korosztálynak írt 10 csapatos teremlabdarúgó tornán Bence korábbi klubjai mellett több NB1-es, NB2-es és NB3-as futballklub képviseltette magát, valamint számos korábbi első osztályú, illetve magyar válogatott labdarúgó lépett pályára. Az esemény teljes bevétele a Soha ne add fel Lázár Bence emlékalapítvány számára kerül felajánlásra. Lázárné Márta, Bence édesanyja kiemelte, a tavaly évben 2 millió forint gyűlt össze a gála bevételéből és a támogatásokból, melyből a Szent László Kórház hematológiai és őssejttranszplantációs osztályának vásároltak 4 darab infúziós pumpát. Idén pedig vérnyomásmérő készülékeket és egyéb műszert vásárolnak, valamint a leukémiás betegeket támogatják. A tornát a Szolnok nyerte meg, akik a Kerekegyházát győzték le a döntőben. Ezzel ők vihették magukkal egy évre a Vándorkupát. A harmadik helyen a Kiskunfélegyháza és a Lajos Mizse végzett.